2022-es felvételek a Nyírségből. Az utóbbi évek legnagyobb aszálya sújtotta akkora térséget. A vízhiány, a rekordhőmérsékletek, a szélsőséges időjárás mára megszokott jelenségek nem csak a Vármegye, hanem az ország számos területén. A Nyírséget azonban hatványozottan érinti az elsivatagosodás veszélye. A Kárpát-medencei Magyarokért Egyesület az Energiaügyi Minisztérium támogatásával széles összefogással indította el azt a programot, amely a felső-tiszai vízkészletek hasznosításának lehetőségeit tárja fel. A projektről a Vármegyeháza dísztermében szerveztek szakmai konferenciát. 1,2 milliárd forintos keretösszeget szántunk az Energiaügyi Minisztérium részéről erre a projektre, de egyes projekt részelemekre már egyéb uniós támogatási formákat is igénybe lehet venni, ez is több milliárd forint értéket tesz föl. Viszont egy nagyon komplex projektről beszélünk, ugye arról beszélünk, hogy hogyan lehet a víz visszatartást itt a régióban biztosítani, annak érdekében, hogy ténylegesen a mezőgazdasági aktivitást, illetve a térség élhetőségét a jövőben is tudjuk biztosítani. A csökkenő vízszintek és vízhozamok mellett évente 3 és 5 cm közötti mértékben csökken a talajvíz szintje az Alföldön. A vízhiány, a klímaváltozás és a folyószabályozások következménye is. Az elmúlt 100 év folyamatainak visszafordítása érdekében elengedhetetlen a vízgazdálkodási rendszer átalakítása. Azzal szembesült mindenki a 2022-es asszály után, ezt a folyamatot nem tudjuk megállítani, vagy nem tudjuk megfordítani, az hihetetlen károkkal jár. Döntően a mezőgazdaság részére, de az ökológiai természetes állapotok részére is. És azt gondolom, hogy ezzel most értünk erre arra az inger küszöbre, hogy ezzel a társadalom is szembesült, és ezek az intézkedések, amelyek már ma itt ismertetésre kerültek, ezt célozzák, hogy ezt a folyamatot megállítsuk, megfordítsuk. Az agrárszektor támogatási rendszerében a klímaváltozáshoz való alkalmazkodás kiemelt jelentőségű. Maga a közös agrárpolitika stratégiai terve az nagyságrendileg egy 5300-5400 milliárd forintos keretösszeget tartalmaz. A környezeti célokra, fenntarthatósági célokat szolgáló pályázati összegek, melyeket, hogyha összeadunk, akkor meghaladja az 1000 milliárd forintot. Ide tartozik az erdőtelepítés, az agrárkörnyezet gazdálkodás és számos fontos intézkedés, és természetesen az öntözés fejlesztése is. A WWF Magyarország Alapítvány igazgatója a víz megtartásának természetre alapozott lehetőségeiről beszélt. A szakember szerint a vízhiány az elmúlt évek eseményei miatt a közgondolkodás része. Ez egy olyan párbeszédnek a kezdete tud lenni, ahol nem csak azt vizsgáljuk meg, hogy milyen műszaki beavatkozások kellenek ahhoz, hogy a vizet visszatartsuk, hanem azt is megvizsgáljuk, hogy hol, milyen területeken lehetne és kellene újból erdőket, újból gyepeket, újból nádasokat létrehozni azzal a céllal, hogy a tájnak a természetes víztároló képességét megnöveljük. Természetesen itt ebben rengeteg ember érintett lesz, ugye földtulajdonosok, gazdálkodók, önkormányzatok, stb. Tehát ugye ez egy nagyon sok szereplős történet, ezért van szükség párbeszédre. A projekt egyik legfőbb célja, hogy az Északnyírség vízpótlási tervének mintájára a Kelet- és Délnyírség területeire vonatkozó tervet is kidolgozzák. Ezek mellett a szatmári és beregi térségeket érintő vízpótlási, víztározási lehetőségeket is vizsgálják.